Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Ahogy lehet látni, a titkosított eszköz készítése lesz a mai feladatunk. Én egyetlen egy programot használok aktívan és folyamatosan elég régóta erre a célra. A VeraCryptet. A Vera egy nagyon kényelmes, biztonságos eszköz. Azért használunk ilyesmit, mert az adatait felett te rendelkezel. Azaz nem azért, mert a fejünkre kell tekerni alufóliát, hogy az UFO-k ki ne lessék a titkainkat, meg nem elássuk 2 kilométer mélyre a titkosított anyagjainkat, nem azért, mert senkinek semmi köze a te dolgaidhoz. Alkotmányos jog, és a legtöbb demokrácia a magánélethez való jogot szentként próbálja definiálni. Ehhez neked jogod van. Akkor és azt titkosítasz, amit te akarsz. Nem azért, mert valaki ki fogja figyelni innét hátam mögül az ablaknál, nem fog leskelődni a titkosszolgálat, és nem fogja elolvasni az én éppen elkészített szkriptemet, mert ő föl fogja használni ellenem ezt a szöveget, amit én most elmondok. Nem. Azért kell ezt csinálni, mert az adataid felett te rendelkezel. Ami adatot te valakivel meg akarsz osztani, azt a megosztást te soha többé vissza nem fogod tudni vonni. Azaz, hogyha elárulod valakinek a te legféltettebb titkodat, utána nem mondhatod azt, hogy na, hip-hop, most kitörlöm az agyadból. Oké? Erre nagyon figyelj! Ami a te adatod, az a te tulajdonod. Nem kell paranoidnak, üldözési mániásnak lenni, de másoknak semmi köze a te dolgaidhoz. Azt osztasz meg, amit akarsz, és ésszel tesszük ezt, odafigyelve, hogy kinek mit pletykálunk el. Miért a VeraCrypt? Miért a Verát szeretem? Mert egyszerű, erős és sokat tud. Én jelen pillanatban az alapokat fogom érinteni. Ő tud partíciót, ő tud pendrive-ot, ő tud egy egész lemezt, és létre tudunk hozni egy fájlt, egy adatállományt, ami önmagába egy titkosított, és abba bele tudunk irogatni, azaz általános felhasználása az összes területet, egy pendrive-ot letitkosítunk, mert elvissza cipeljük, és nem szeretnénk, hogyha valaki látná a dolgot. A gépünk egy partícióját, egy lemezét letitkosítjuk, hogy ne férjen hozzá senki, aki a gépünkhöz hozzáfér, és egy fájlt is le tud titkosítani, amivel mi bele tudunk konténerként, egy tárolóként rakosgatni egyéb adatokat, fájlokat, ezt mind tudja, ennél többre nekem nincs szükségem. Nincs szükségem egy NASA szintű titkosításra, egy NSI szintű, CIA szintű titkosításra, ami különböző egyéb dolgokat is elvár, ez bőven elég nekem, bőven. És azért csak az alapokat fogjuk érinteni, tudom, kriptográfusok menekülni fognak meg a paranoidok, hogy hű, csak ezt emlegeti, nem, elegendő ez, nem kriptográfiai kisdoktorit fogunk írni, nincs rá szükségünk, hogy különböző alap és egyéb dolgokat extrémitásba átoljuk, és azzal leteljen el az életünk, hogy mindent letitkosítunk. Ez bőven elegendő. Ne vidd túlzásba. Mindig azt mondom, hogy meg kell találni az egyensúlyt. Titkosíts, de ne mindent. Titkosíts, de ne agyon titkosíts, hogy utána fél óra legyen egy szövegfájl visszafejtése, mert akkor az életed arra megy el, hogy egyrészt a titkosítási kódolási idő, másrészt a visszafejtés idő, az nem produktív, igaz? Mert fél óra ide, fél óra oda, nem viccelek, van ilyen titkosítási algoritmus, ami egy kisebb pendrive-ot is ennyi idő alatt titkosít le és fejt vissza, de nem ezt kéne használni, majd a sebességre ki fogunk térni. Azaz ne vidd túlzásba se a hanyagságot, azaz a te dolgaidat, ami személyes, és igazából nem osztanál meg velem, legyek én a példa, ha találkozunk, és ismeretlen vagyok neked, nem osztanád meg, ez a mérce véleményem szerint, akkor azt titkosítani kell. A hanyagember mindent elplegykál, a hanyagember mindent kiír az ablakba, ahogy a régebben mondták, hanyagembernek minden doksia nyitott, azaz nincs titkosítva, vagy levédve legalább egy jelszóval, hogy a szomszéd Jancsika idejön, akkor rögtön ne avval kezdje, hogy hát bele tudjon mindenben nézni, de a titkosítást nem szabad túlzásba vinni, azaz meg kell találni az arany középutat, és az általam mutatott csinálj már egy
adatfájt, egy konténert, inkább így mondom, és abba paklázd bele azokat, amik titkosak, és azokat véd le jelszóval, és egy PIN-kóddal, és esetleg kulcsfájllal, és akkor már biztonságban lesznek azok az adataid. Azaz, nézzük is meg, miről van szó. Első lépés telepítés után természetesen, hogy elindítjuk a titkosító eszközünket, a Verát, Vera, és rákattintasz, és kapsz egy nagyon korrekt felületet, egyszerű a felület, jól néz ki, és az összes olyan eszközt tartalmaz, ami számodra szükséges. Hozzáteszem, mi nem fogunk most belemenni semmi egyéb mély titkosítós dologba, egyszerűen egy fájlt fogok létrehozni, ami titkosított fájl, és azt fel fogom csatolni, azaz az alapműveleteket fogom megmutatni, nem kell attól tartani, hogyha ennél bonyolultabb dolog kell, akkor a honlapjukon, illetve a sugóban, ami a honlapra szokott mutatni, az bizony nem tudod megtenni, de alapesetben normál embernek ennél mélyebb ismeret nem kell. Ne vigyük túlzásba a titkosításokat sem, hiszen nem egy titkosító kriptográfus vagyunk, aki aztán minden nüanszot ismernie kell. Azokat kell ismerni ehhez a titkosításhoz, ehhez a file, illetve USB partíció, egyéb titkosító eszközhöz, amire ténylegesen szükséged van. Ez nem azt jelenti, hogy ne tanulj, ez azt jelenti, hogy alapesetben ennél több nem kell. Első körben azt lehet látni, még hogyha nem is tudja ki micsoda, és hogy mit jelentenek ezek, hogy többet fel tudsz csatolni, azaz több titkosított fájt is tudsz egyszerre kezelni. Na hát, mi az első lépés egy titkosított fáj elkészítéséhez, egy titkosított partíció elkészítéséhez? Hát el kell készíteni. Természetesen kreálunk egyet csinálunk, tudsz egy file konténert, egy tárolót készíteni, illetve tudsz egy partíciót vagy egy drive-ot, azaz meghajtót egészben is letitkosítani. Nyilvánvalóan én most azt fogom megmutatni, hogy egy fájlt hogyan tudunk titkosítani, ennek nyilván ismert az oka, én azt szeretem, hogyha egy titkosított fájlom van, amit el-vissza tudok másolgatni. Miért? Mert hogyha egy pendrive-ot vagy egy partíciót letitkosítasz, viszed a külső merev lemezt vagy a pendrive-odat és elveszíted. Nem ellopják, ettől nem igazán tartok, hiszen mindent a zsebembe tartok ilyen dolgot, onnél pedig nehezen tudnak kilopni bármit. Na, lényeg az, elveszíted. És akkor hogyan tovább? Nincs róla másolatod a legrosszabb esetben, igaz? Egy titkosított fájl, az nagyon egyszerű, rámásolom a pendrive-ra, és rajta van a gépemen is. Vagy egyéb tárhelyre, például egy külső Winchesterre is rá tudom másolni, és akkor már három darab példány van belőle, és hogyha elveszítem a pendrive-ot, amin a titkosított fájl van, akkor sincs nagy balhé, hiszen újra rá tudom másolni egy másikra. Azaz, én a fájlokat szeretem, de ennek ellenére nyilvánvalóan, hogyha a géped egy partícióját leszeretnéd titkosítani, mert nem szeretnéd, hogy valaki hozzáférjen, az is egy jó dolog, de ennek ellenére erről is legyen egy biztonsági másolatod. Oké, kreálunk, azaz csinálunk egy fájl konténert, egy tárolót, hát next. Természetesen rákattintunk. Kétféle megoldása van a Verának, az egyik a standard titkosított konténer, a másik pedig egy rejtett titkosított konténer, ami azt jelenti, rá is kattintunk és rögtön meg is tudjuk, hogy micsoda, hogy van egy darab titkosított konténered, egy fájlod, mondjuk ennek legyen 4 GB a mérete, ami azért praktikus, bár ilyesmit már igazából nagyon-nagyon kevés ember csinál, ki tudod írni az egész titkosított fájlt egy darab DVD-re. Na hát, legyen 4 gigás a tárolót. Csinálsz egy 4 gigás tárolót, amihez van egy jelszó, meg különböző dolgok, amivel te azt védeni fogod. Igen ám, de hogyha ide jön egy csúnya ember, és azt mondja, hogy na, hát légy szíves elárulni a titkosított jelszavad, mert különben jól elgyepállak. Az első esetben természetesen azt mondod, hogy te nem mondod el, de amikor már egy kicsit ütlegel, akkor esetleg kényszerből azt fogod mondani, hogy hát bizony, te megmondod a titkos jelszót. Oké, és így az összes titkosított dolgodhoz hozzáfér. Igen ám, de ezzel meg lehet csinálni azt, hogy csinálsz egy fájlt, van egy alaptitkosítási rész, amihez van ez a jelszó. Amit hát kényszer hatására akárkinek megadsz, hiszen egy bizonyos idő után mindenki meg fog törni.
Akár az adóhivatal fogja megkérdezni, akár a nemzetbiztonság, akár az UFO-k fogják kényszeríteni, hogy adja ki ezt a jelszót. Kiadod ezt a jelszót? Oké, de ezen a fájlon belül van még egy titkosított rész, mondjuk úgy, hogy egy titkosított szoba, amit ezzel a jelszóval a saját jelszavaddal nem fogsz tudni látni, hanem csak ezt a részt látod, ehhez pedig kell egy másik, azaz megadod a kevésbé kényes adatokat tartalmazó fél fájlnak a jelszavát, majd utána boldog vagy azzal, hogy a titkosított, másik, mélyebben titkosított, elrejtett részpartíció szóba tároló, akárhogy hívjuk, adataihoz senki hozzá nem fér. Így bizony van egy nyíltabb, hát bizony kényszer hatására kiadható, és van egy mélyebb, olyan, amit hát bizony nem fog rajtad kívül senki tudni, hiszen ha megkapja ennek a jelszavát, akkor ez már ő bizony nem fogja ő keresni, hiszen megkapta, amit keresett. Kiadtad a jelszavadat. Azaz ilyen matrióska, tudjátok, az az orosz baba, ami babába, 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 babába vannak, ilyen egyre kisebb babák összerakosgatva, nagyon jó dolgok, nagyon szépek is vannak, na lényeg, ilyen matrióska megoldással bizony el tudsz dugni még jobban egy adat partíciót, egy adat részt, ami teljesen védve lesz, hiszen az elsőnek, hát a nyitottabbnak a jelszavával bizony megnézegetheti, aki elkéri, kikényszeríti a jelszavadat, vagy hatóságilag felszólít, hogy ki kell adni, ha kiadod, megnézegeti, örömmel látja, hogy hű, aztán mindenhez hozzáfér, de a másik, még titkosabb partíció rész, illetve file rész nem fog kikerülni senkinek, hiszen nem látható kívülről az, hogy neked van egy ilyen rejtettebb zugod az adott partíción, az adott fájlon belül, azaz nagyon jó dolog, de most nem is ezt fogjuk csinálni, hiszen azért valljuk be, gyakorlatilag azért ilyen mélységig nem fogunk belemenni, csinálunk egy sima, titkosított dolgot, aminek az a lényege, hogy rajtad kívül, aki nem tudja jelszavadat és egyéb dolgaidat, az nem tud hozzáférni, azaz egy alaptitkosítást csinálunk. Hát nyilván fájlt fogunk készíteni, akkor meg kéne adni a fájlnak helyét, nevét és egyéb adatait. Első körben nagyon titkos lesz ez a fájl, ilyen szép nevet fogok neki adni, és mentés, le fogom menteni, látható az én könyvtáromba, gyökérkönyvtáromba, a titkos nevű fájl lesz megadva, mint tárolóeszköz, és ezt fogom ezentúl használni. Ennyi. Adunk egy nevet neki, nyilvánvalóan ne azt ad, hogy titkos, meg rejtett, meg egyéb, hanem egy általános nevet. Nextre kattintunk, ups, olyanokat kérdez, ami számunkra eléggé furi dolog. Hát milyen titkosítást szeretnél? Általában a titkosító eszközök pár darab titkosítási algoritmust használnak, és ez egy korlátozó tényező, hogy te azok közül tudsz választani. Na hát ő bizony nagyon ügyesen, jó sokféle, nem fogok belemélyedni, hogy melyik mit jelent, jó sokféle titkosítási dolgot is vár. Plusz kitalálták azt, ami igazából egy géplassító, munkalassító, de nagyon hasznos dolog, hogy titkosított titkosítást is használnak, azaz több titkosítást is használhatnak egyszerre. Nyilvánvalóan ezeket neked, mint egyszerű embernek nem kell ismerni, mindegyik megbízható, azt használod, amit te szeretnél. Ha pedig bizonytalan vagy, hogy hát bizony a te géped egy kicsit régebbi, és jó lenne az, hogyha hát bizony azért gyorsan is működne, és esetlegesen nem is őszülnél meg, meg mennél nyugdíjba, odáig, amíg a titkosítást feloldja, és tudod használni az adott fájlt, tehát tudsz beleírni, vagy abból kiszedegetni dolgokat. Ezzel a gombbal meg tudod nézni, hogy igazából a te gépeden melyik milyen sebességgel működik. Ezt lehetne egy kicsit még ragozni, de én azt mondom, hogy a legegyszerűbb, hogyha egyszerűen erre rá kattintasz, és a titkosítási algoritmusra hagyod, és megnézi, hogy a sebessége milyen. Egyértelmű a leggyorsabb, ami 9 GB per szekundum, az bizony,
Hát gyorsabb, mint amikor háromféle titkosítási módszert használna számodra. Azért a 9 egész és mondjuk a fél giga között azért van egy kis teljesítménybeli dolog, azért gondold át, hogy gyors is legyen, és biztonságos is legyen. Nem atomtitkokat fogunk letitkosítani, amiért az összes kémszervezet rohangál. Mi egyszerűen csak azt szeretnénk elérni, hogy Jancsika a szomszédból, vagy a fiad, vagy a szüleid, kinek ugyan milyen felállása van, azért ne nézegessen bele a te dolgaidba, vagy esetleg, hogyha közösen használod a gépedet kollégával, hát bizony jobb lenne, hogyha te dolgaidhoz nem tudna olyan könnyen hozzáférni, az ötleteidet nem tudja ellopni, tehát ilyen szintű titkosításhoz a leggyorsabbak egyike bőven elegendő. Ha paranoid vagy, akkor lassabban fog dolgozni az eszköz, és jobb lenne, hogyha átgondolnád azt, hogy a 9 és a fél között van 18-szoros sebességbeli különbség. Nyilván ez akkor lényeg, hogyha egy testesebb fájlt vagy testesebb partíciót fogsz te létrehozni, aminek a dekódolása vagy enkódolása bizony hosszabb ideig tart. Azaz, le tudod mérni, különböző dolgokat le tudsz méricskélni vele, én ezt szoktam, így nagyjából mutatja a CPU, tehát a te géped sebességéhez, te memória mennyiségethez és egyéb, például az adatpartíció, vagy az adatfáj, amelyik partíción van, annak a sebességét, én nekem ez bőven elegendő. Az egyszerűség kedvéért és a gyors bemutatásért én az elsőt fogom választani, és választhatom is. Ennyi. Azon kívül az algoritmust is kiválaszthatod. Én azt mondom, hogy ha te szeretnéd megismerni, hogy melyik algoritmus mit működik, hogyan rákattintasz, és már is nagyon-nagyon-nagyon jó lesz neked, hiszen az interneten megtalálod, én ezt az 512-es kódolású algoritmust használom, ami bőven-bőven jó. Next, tovább lépünk, megadjuk a méretet, hát én a használat kedvéért 1 gigás fájt fogok létrehozni, látható, hogy 204 gigáig szabad a kezem, azért csak egyet hozok létre, mert azért ez hosszadalmasabb, és jobb lenne, hogyha ez a videó nem sokat tartana. Következő lépés, megadod a jelszavadat. Én az egyszerűség kedvéért megadok 3 darab A betűt, ami iszonyat gyenge és feltörhető dolog, 3 darab A betűt adtam meg, használjunk egy PIM számot, tehát egy PIN kódot, inkább így magyarosabb, bár kevésbé magyar, tehát egy számot is megadhatsz, megláthatod, na hát ott a 3 darab A betű, igazából ha mögötted kukkolnak nem kéne, nyilván olyan jelszavat választunk, ami hosszú, bonyolult számokat, jeleket és betűket tartalmaz, és nem felejted el. Fejben tudod tartani, ha ezt elfelejted, nincs az a NASA, nincs az a CIA, nincs az az NSA, aki fel fogja neked törni ingyen. Biztos vagyok benne, hogy ők fel tudják törni ezeket, de igazából nem érdekes, és egy kulcsfájt is létre tudsz hozni. Azaz, hogyha egy kulcsfájt létrehozol, akkor egyszer meg kell adni neked a jelszót, ezt fejbe tartod. Meg kell adni azt a számot, azt a PIN kódot, amit te fejbe tartasz, és meg kell lenni elérhetőnek, kell lenni a gépeden egy kulcsfájnak, ami még egy plusz biztonságot ad. Akár ezt, akár ezt, akár ezt elhányod, elkevered, az adataid ugortak. Erre nagyon figyelj, én kulcsfájt most nem hozok létre, de létre lehetne hozni. Egy szám, meg egy betűsor lesz, az bizony a jelszavam összessége, next, tovább lépsz. Igen, megmondhatja, hát bizony ez rövid és jobb lenne, hogyha egy kicsit normálisabban gondolkodnál a jelszavak tekintetében. Bizony, hát bizony most túllépünk ezen. Az egyszerűség kedvéért ezt adtam meg, nyilván a saját jelszavamat nem fogom itt megadni, főleg akkor, amikor fölvillantottam, hogy hogyan lehet megnézni. Ebben a részben megadsz egy PIN kód szerűséget, én az 1-2-3-4-et fogom megadni, hogy nehogy azt higgyétek, hogy hülyeséget beszélek, itt meg is tudjuk nézni. Next, tovább lépsz. Igazából
Hét, úgy emlékszem, 7 számjegyig tudod megadni ezt a számot, nem kéne túl bonyolultá tenni, nem a születésedet kéne beírogatni, meg egyéb telefonszámokat, de azért, ha elfelejted, gondjaid lesznek, megadod a file rendszert, amit szeretnél használni, én egy X4-es szeretnék ebben a fájban belül használni, hiszen ezt úgy fogod felcsatolni, mint egy partíciót, mint egy lemezt, azaz ennek kell lenni valamilyen file rendszernek. A következő next, tovább lépsz, és én nem szeretném különböző egyéb rendszerekben használni, tovább lépünk, és mehetünk is tovább. Mit mond? Légy szíves mozgatni a mezőbe, azaz itt az egeret mozgatod el-vissza. Ez egy ilyen algoritmus, amit meg tudod nézni, hogy szépen készíti is. Nagyon-nagyon-nagyon titkos lesz, véletlen számot fogunk generálni. Ez a legegyszerűbb véletlen szám generálás, ami bizony valóban közel véletlen számot generál. Nyilvánvalóan nem így kéne csinálni el-vissza, hanem össze-vissza mozgatod, össze-vissza. Nyilván ebbe is van rendszer, hiszen nem tudsz valóban véletlenszerűen mozgatni, hiszen az emberi kéz, az emberi agy azért egy ritmus szeret, de hát megpróbálunk össze és vissza mozgatni, mozgat, és amikor elérkezik a végére, akkor a formázást is elindítjuk, szép lassan leformázza a partíciódat, a fájlodat, és akkor kész van, megadod a felhasználói vagy a rendszergazdai jelszavadat, én megadom, ez a jelszava, és utána ő dolgozni fog. Egy picit teker, és mit látunk? Elkészültünk. Első osztályú, oké, leokéztük, és mehetünk tovább. Ugyanezt fogod tudni megcsinálni másik fájllal, másik partícióval, tehát azért egymás után el tudod készíteni, amit szeretnél, és én a mégsére kattintok, rámegyek, és megkapom az eredeti panelt. A következő lépés természetesen az, hogy felcsatoljuk az adott partíciót, az adott pendrive-ot, vagy pedig mit? Természetesen a fájlunkat, amit elkészítettünk. Első lépés, kijelöljük a fájlt, amit itt megtalálunk, aminek a neve titkos, látható, be is írhatod kézzel, de én azt szoktam javasolni, hogy ne kézzel írogasd be. A felcsatolás mindent automatikusan, illetve az összeset leszeretnénk csatolni. A felcsatolás a célunk, első körben megadjuk a jelszavunkat, ami egy nagyon-nagyon titkos három darab A betű, megadjuk azt a számot, amit kitaláltunk, 1, 2, 3, 4, természetesen ilyet nem használsz, és hogyha van kulcsfájlod, akkor annak a helyét ezzel meg tudod adni, én ezt nem használom, egyébként használom, csak jelen pillanatban nem állítottam be. Az opciók között megkeressük azt, hogy hova szeretnénk felcsatolni a fájlunkat, select, és létrehozunk itt ezzel a kis ikonkával egy mappát, aminek a neve az lesz, hogy titkos mappa, és létrehozunk, és rögtön látjuk is, hogy a titkos mappa elkészült. Ha van egy kész erre már használt mappád, akkor természetesen nem kell mindegyikhez újat létrehozni, és leokézzük. Ennyi az egész. Oké. Egy kicsit dolgozik, és látod, hogy ezt a kötetet, ezt a fájlt, ekkora mérettel ide felcsatoltuk, nézzük is meg, hogy megvan-e ténylegesen, indítsunk el egy fájlkezelőt, és belépünk oda, hogy saját könyvtáram, titkos? Igen, egy új mappa jött létre, ami partícióként fog működni. Miért látom, hogy partícióként fog működni? Mert ez a könyvtár elkészült, ebbe kerülnek az elveszett dolgok, találtárgyak osztálya, ahogy én szoktam nevezni. Nézzünk is meg egy doksit, akármilyen doksit, az MLV lista ODS-t bele fogom másolni, és ott is van, látható, belemásoltuk, majd utána, amiután ezt nem szeretnénk használni, tehát nem szeretnénk nyitottan látni azt a fájt, hiszen ebben a pillanatban, aki a gépemhez leül, az ezt a fájt, ez a nagyon titkos
ezen vannak a videó listáim fent, amelyeket én készítettem egy kis magyarázattal, linkekkel, egyebekkel. Na, lényeg az, ehhez hozzáfér, ez a rettentő titkos anyaghoz. Ha azt nem szeretném, akkor ide megyek, és lecsatolom, és exit. A mappa megmarad a titkos mappa, de aztán nincsen benne semmi. Azaz már belekerült abba a fájba, amit titkosított, le van csatolva az a fájl partíció, USB, akármi, amit te titkosítottál, és a könyvtár üressé vált, hiszen nincs felcsatolva oda semmi, azaz nem fog hozzáférni senki. Ennyire egyszerű. Ennyire egyszerű. Nem vittük túlzásba, sokat is beszéltem, de az a lényeg. Megcsinálod, megjegyzed, egy, a jelszavadat, ennélkül nem tudsz létrehozni, kettő, adjál meg egy PIN kódot, mert az jó dolog, hogy a kettő darab jelszószerűség, egy jelszó és egy PIN kód védi a dolgaidat, és én azt mondom, hogy odafigyelve, de kulcsfájlot is létre kellene hoznod, ahhoz, hogy te legnagyobb biztonságban legyél. De ahogy mondtam, ha ebből a háromból, kettőből, attól függ mennyit használsz, egyel veszik, akkor te nagyon-nagyon nagy gondba vagy. És arra is figyelj, hogy hiába van neked egy titkosított fájlod, pendrive-od, akármit, és elviszed másik géphez, amin természetesen rajta van a Veracrypt, és otthon hagyod a kulcsfájt, akkor neked lesz nagy gondod, mert annélkül nem fogod megnyitni. Ezekre légy szíves figyelni, és köszi szépen, hogy meghallgattatok. Én tudom, hogy egy kriptográfus azt mondja, hogy hát ez nagyon az alapok, és hát ez nem a legbiztonságosabb, de én azt is tudom, egy normál embernek pontosan elegendő egy megfelelő minőségű kódolási rendszer, egy olyan algoritmus, amit te ki tudsz választani a sok közül. Gyors is legyen, számodra megfelelő, és számodra megfelelő biztonságot is adjon. Ki tudod választani, hogy csak jelszó? Hát azért jó lenne, hogy egy számot is hozzábigyeztesz. Ez a kettő együttese már nagyon-nagyon nagy biztonságot ad számodra, hiszen olyan jelszót választasz, amit máshol aztán biztosan nem, és olyan számot használsz, olyan PIN-kódszerűséget használsz, ahol biztosan, hogy más nem, hanem egy külön erre megjegyezhető, aki úgy gondolja, egy kulcsfájt is létrehozhat, de azt tudni kell, minél több van, annál könnyebben egyet elveszíthetsz. Persze, odafigyelve nem történik meg ez, de én mindig elmondom, akkor nagy bajba leszel, nem tudsz hozzáférni az adataidhoz. Azaz, ésszel kell dolgozni, a minimális biztonságot ezzel megteremted, a minimálisat, és úgy, hogy normál ember, normál körülmények között nézegetheti kívülről a titkos fájl elnevezésű ketyerémet, nem fog tudni behatolni, de az ellen esetleg nem fog megvédeni, hogy a NSI, a CIA, vagy titkos szervezetek feltörjék. Én tudom, hogy azt mondják, hogy ezeket nem lehet feltörni, meg ez annyira egyedi, de abba is biztos vagyok 101%-ig, hogy azért megfelelő hardverrel minden feltörhető, csak idő kérdése. Ezt vitatják, de én élek a gyanúperrel, hogy nyilvánvalóan a különböző 3-4 betű szervezetek hát bizony azért egy kicsit előbbre tartanak számítás technikailag, titkosítás feltörésileg, mint ahogy mi azt gondolnánk. Hát köszi szépen, hogy meghallgattatok, igazából rövidre akartam fogni, hogy jó hosszú lett, de egyre kérek mindenkit ésszel, odafigyelve, megfelelő biztonságba tartsa az adatait, de azt is tudni kell, hogyha az adatokat titkosító eszközöd, jelszavad, PIN kódod, vagy kulcsfájlod elveszik, akkor te nagy gondba leszel. Köszi szépen, hogy meghallgattatok, sziasztok, sziasztok, mindenkinek jó titkosítást kívánok!